Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket! Ezen a mai estén Hírérték című műsorunkat látják. Remélem, gondolatban velünk vannak, és természetesen adott esetben vitás kérdéseikkel későbbiekben szívből remélem, hogy hozzánk vissza tudnak fordulni. A mai témánk címét úgy jelölhetjük meg, hogy az Európai Unió jövőjéről. Hogy ez jóslat vagy gondolatok? Ezek eldőlnek hamarosan. Köszöntöm kedves vendégünket, Loránd Károly, mérnök közgazdász urat, akit immár, ha úgy tetszik, tényleg folyamatos részvevőjeként köszöntök itt a stúdióban, kollégáim nevében, és aktuális kutatási területe, résztvevő területe szakmailag is, kiemelten az Európai Unió. Nézzük azt, hogy mi történik közel jelenünkben, és már is jelzem kedves nézőknek, hogy ezt az adást felvételről látják, úgyhogy az aktualitások az éppen mára, 2015. február 26-ára illenek, de a téma aktualitása viszont nem veszít értékéből, parancsoljunk. Hát először is szeretném megköszönni a meghívást, és hát valóban én elég sokat foglalkoztam az Európai Unióval lévén, hogy 10 éven keresztül kint is voltam Brüsszelben. Méghozzá olyan csoportnak dolgoztam, egy dán képviselőnek, akik magukat hát euroszkeptikusoknak hívták, vagy mások hívták őket euroszkeptikusoknak, mi úgy hívtuk magunkat, hogy eurorealisták. Mi láttuk úgy az Európai Uniót, mint ahogy az valójában is volt. Na most ez, tehát mikor ott elkezdtem én dolgozni, az 2003 volt, hát most mégis 2015-öt írunk, és hát azóta csak eltelt 12 év, és ez a 12 év, én úgy érzem, hogy minden szempontból igazolta azt a fajta szkeptikusságot, vagy azt a realitás érzéket, ami bennünket mindig is jellemzett. Ugye az első pillanatban ugye megmondtuk, hogy ez az Európai Unió ez nem egy demokratikus működésű valami, és most is látjuk azt, hogy a brüsszeli központ és akik mögötte vannak úgy kényszerítenek rá egyes országokra különböző gazdaságpolitikákat, vagy tágabban értékrendet, hogy a következményekért semmiféle felelősséget nem vállalnak, ugye? Tehát mondjuk a éppen most folyó küzdelem az ugye az Európai Unió és Görögország közötti mérkőzés, amiben hát teljes mértékben a görögöknek van igazuk, csak hogy az európai közvélemény teljes mértékben félre van tájékoztatva arról, hogy milyen a reális helyzet. Tehát a reális helyzet az az, hogy ezt a bizonyos eurót nem lett volna szabad bevezetni, méghozzá azért nem, mert egy közös valuta, ez olyan országokban lehet csak, amelyek nagyjából azonos fejlettségűek, és amelyek között egy nagyon szoros kapcsolat van mindenfajta szempontból, de ahol akkora különbségek vannak, mint mondjuk Németország és Görögország között, ilyet nem lehetne csinálni, nem csak Görögország, hanem az egész Dél-Európa. Tehát tulajdonképpen itt Európai Unióban most már nem csak egy gazdasági, hanem egy politikai szembenállás is kialakul az észak és a déli rész között. Hát ugye emlékszünk ugye az amerikai polgárháborúra, meg ugye a észak-dél ellen című regényre, és hát itt körülbelül most is ez zajlik, az észak-dél ellen, vagy déli észak ellen próbál védekezni, és ezen, tehát ez egy olyan ellentmondás, ami napjainkban zajlik, és nem lehet igazán tudni, hogy mi lesz a vége, mert alapvetően a probléma eredete az, hogy nincs szolidaritás a rendszerben. Tehát ezt, mikor elképzeltük, hogy egy egységes állam felé haladunk, akkor azt is el kellett volna képzelni, és annak idején el is képzelték, hogy az egyes országok között egyre nagyobb szolidaritás alakult, tehát felelősséget vállalnak a másikért. Na most, hogy mondjam, mert ugye az európai médiában azt terjedte, hogy a görögök tékozlók elköltötték a pénzt, ezt nagyon könnyen elhiszik az emberek, de valójában nem igaz, tényleg költekeztek valamit, de túl a lehetőségeiken, de alapvetően nem emiatt adósodtak el, hanem amiatt, hogy olyan rendszert alakítottak ki, amelyben a Görögország nem versenyképes, mert ugyanazzal a pénzzel, mint ami van a németeknek, Görögország nem versenyképes. Na most ezt előre lehetett tudni, ezt mindenki, meg minden nemzetközi pénzügyekkel foglalkozó közgazdász megmondta jóval azelőtt, hogy az eurót bevezették, ennek ellenére az eurót bevezették, kialakult ez a helyzet. Na most ez az Európai Uniót, tehát egy
eladósodott, tehát hitelező és adós országoknak a részére bontotta, és ezeknek a szembenállására bontotta, és egyelőre semmiféle kilátás nincs, hogy ezt meg lehessen oldani, méghozzá azért, mert elemi matematikát nem akarnak figyelembe venni a Európai Unió gazdaságpolitikáért leginkább felelős németek, azt az elemi gazdaságpolitikát, hogy ezt az elemi matematikát, hogyha nekik évente 200 milliárdos aktívunk van egy többé-kevésbé zárt közösségükben, a kereskedelemben, akkor máshol nyilván hiány van, és fölhalmozódik az adósság. Na most ezt a Brüsszelnek az első pillanatban le kellett volna állítani, tehát ez 2002-től kezdődött igazában, első pillanatban le kellett volna állítani, és ők a felelősök, hogy nem állították le, ők a felelősök, hogy egy olyan mérhetetlen spekulációs rendszert alakítottak ki, amiben például Magyarország is devizába eladósodott. Ezt se lehetett volna szabad megengedni, az illetékes magyar vezetőknek itt is az első pillanatban megtehették volna, jogukba állt volna megállítani ezt a dolgot. Ezzel együtt senki nem törődött fel, hát ugye a magyar devizadósoknak a helyzetéről nem akarok beszélni, mert azt mindenki a saját bőrén érzi, gondolom a nézők is, de az, hogy maga ez a rendszer, ami eladósította így Magyarországot, az eladósította a többit is. Tehát egy alapvető feszültség alakult ki az Európai Unión belül. Na most, de nem csak ez az, de és még hozzáteltem azt, hogy a gazdasági növekedés le is állt, stagnált. Tehát ugye azt mondtuk, hogy 2008-ban, ugye, amikor jött ez a válság, ugye, akkor azt gondoltuk, hogy na, mit tudom én, 2-3 év múlva van, vagy 2 év múlva fellendülés lesz. Lett is egy kicsi, és utána aztán újból visszament, leállt az egész. Emiatt a belső ellentmondás miatt lehet mondjuk környezetvédőkkel lehet vitatkozni azon, hogy jó vagy nem jó a gazdasági növekedés önmagában, az egy kérdés, de a másik kérdés az, hogyha stagnál a gazdaság, és közben a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, akkor a szegények egyre jobban lecsúsznak, és ez egy hatalmas, nem csak országok közötti, hanem országon belüli ellentétet is produkál. Tehát többszörös ellentétek vannak, tehát van ez a eladósodás, tehát az adós hitelező ellentét a országok között, van a gazdag-szegény ellentét, ezek már országok között is, de országon belül is, és az egészre most rárakódik egy geopolitikai ellentét, ugye, tehát a ukrajnai helyzet, illetve egyáltalán ugye a NATO-Oroszország közötti viszony, amiben teljesen világosan lehet látni, hogy az Európai Unió az határozottan ketté oszlik azokra az államokra, amelyek az amerikai neokon politikához lecsatlakoznak, mert az amerikai politika nem akarom azonosítani Amerikát a neokonzervatívokkal. Én jártam Amerikába, barátaim vannak ott, Amerika egy nagyon nagyszerű ország, sok barátom van ott, nagyon sok eredményt értek el. Egy dolog, másik dolog az, hogy van egy eléggé agresszív neokonzervatívaknak nevezett csoport, amelyik uralja a pénzügyeket, uralja ennél fogva az egész amerikai politikai rendszert, méghozzá azért, mert tehát gyakorlatilag nem lehet bejutni úgy az amerikai parlamentbe, tehát a kongresszusba, vagy a másik a felsőházba, úgy, hogy szenátusba, úgy, hogy azokat ne támogatnák anyagilag keményen. Márpedig ez a támogatás, ez a New Yorkból jön, a New Yorki bankároktól, vagy pedig ettől a katonai, tehát nagyvállalati katonai komplexumoktól, én úgy szoktam nevezni, hogy euróatlanti háttérhatalom, és aki nem felel meg ezeknek, az nem tud igazából bekerülni, és most is lehet látni a törésvonalat az amerikai politikában, és ezt azért beszélnek az amerikai politikáról, mert ugye ez a törésvonal meglátszik majd Európában is. A törésvonal az amerikai politikában, amikor ugye egy olyan elnököt választottak, aki kevésbé agresszívabb, mint a többiek, és ezáltal állandó támadásoknak van kitéve, hogy gyáva, még mindig nem bombázza iránt, és akkor itt jön be az ukrán helyzettel kapcsolatban is a kritika, hogy nem elég keményen lép föl az oroszokkal szemben.
Na most, de ez csak egy irányzat. Tehát az jó, hogy uralja az amerikai politikát, de tudni kell, hogy ott vannak mások is, például Henry Kissinger, aki egy egészen más politikát képviselt volna ebben az esetben, és akinek köszönhető a vietnámi háborúnak a befejezése annak idején. Na most mindez úgy hat ránk, hogy vannak Európában országok, hát elsősorban az Egyesült Királyság, amelyik már csak az angol száz testvériség kapcsán lecsatlakozik az amerikai politikához. Ezt a Tony Blair meg is fogalmazta annak idején, hogy ugye Angliának az a feladata, hogyha Amerika valahol háborúba megy, ugye például Irakba vagy bárhol, akkor menjenek együtt vele az angol száz kapcsolatoknak a révén, teljesen független attól, hogy mennyire megalapozott ugye az a háború, amiről nem más, mint a Soros György írta egy, illetve mondta egy előadásában, hogy egy hatalmas hazugság volt tulajdonképpen, amire épült ez az egész háború, és ő úgy volt főháborodva, hogy ő azt gondolta, hogy ez a nyitott társadalom, amit ugye ő propagál mindenütt és finanszíroz, hogy hát Amerika mind a példája a nyílt társadalomnak, és akkor hogy lehet, hogy a Bush elnököt, aki nyilvánvaló hazugsággal vitte az amerikaiakat bele ebbe a háborúba, újból megválasztották, ugye? Tehát ezen dilemmázott. Na most ez tehát úgy sugárzódik át ránk, hogy van egy olyan megosztottság, hogy van egy úgymond kontinentális Európa, Németország, Franciaország, Olaszország, és ehhez Ausztria, a Csehország, Szlovákia, Magyarország, akik egy elfogadható módus vivendit akarnak kialakítani az oroszokkal, és van ugye az Anglia, talán a Dánia, és különösképpen Lengyelország, amelyik föl sorokoztak az amerikai vonal mellé. Na most én sokat gondolkodtam rajta, mert ugye az újságban most előjön, hogy ugye megbomlott a magyar-lengyel barátság, hogy hát a lengyelek miért ennyire azonosulnak az amerikai politikával. És akkor találtam egy dokumentumot, amit a lengyel parlament, a Sejm küldött az Európai Parlamentnek, illetve az Európai Bizottságnak, ami 100 oldalon keresztül taglalja a valamikori lengyel-litván nagyhercegségnek a történelmét. Tehát úgy adják elő, hogy tehát az együttműködés, tehát a két ország közötti együttműködés, mint az integrációnak egy meghatározott formája, ami mint egy példaképű szolgálhat az Európai Uniónak, de olyan szempontból is, hogy ennek a bizonyos lengyel-litván nagyhercegségnek, vagy fejedelemségnek, amit Lublini Uniónak hívtak, ennek Ukrajna is része volt. Na most ugye más forrásokból, meg ugye azt olvastam, lengyel forrásokból, de a 60-as évekből még, ilyen elemzésekből, hogy igazából a lengyelekben van egy ilyen törekvés, hogy ezt a valamikori 200-300 évvel ezelőtti Lublini Uniót ezt valahogy föléleszteni, újra, amivel Lengyelország egy közép-európai nagyhatalom lenne igazában. Ugye? Na most ehhez tartozna Ukrajna. Na most hát itt jön be az alapvető ellentét, hogy még ebben a lengyelek érdekeltek. Ugye a magyarok kevésbé, mert mit tudnánk mi kezdeni magunkkal egy Lublini Unióban, ugye, amelyik nem a magyar érdekeket vállalja föl nyilvánvalóan. Na most hát ez a megosztottság, tehát akár lengyel-magyar viszonylatban, akár Európai Unió különböző országai viszonylatában megvan, és sajnos erre ugye azt kell mondanunk, ugye a klasszikus mondása ugye a Tanú című filmből, hogy a helyzet az fokozódik. Ennyire fokozódjon, azért ez veszélyeket rejt magába itt. Az ember humorosan idézi ezt a történelmet, ezt a ljubljanai konventet, de egyszerűen ez nagyon vészes és veszélyes. Ezzel együtt visszaidéznék még egy gondolatára, amit a Gazdaságfilozófia nyomorúsága címmel írt meg még 2013. februárában, a Magyar Nemzet hasábjai jelentez meg, hogy tulajdonképpen az uniót uraló gazdaságfilozófia, amely ellenáll a reálgazdasági tapasztalatoknak, csak a tartós válságot, sokaknak pedig a nyomorát alapozhatja meg. Erre most még bejönnek ezek a teljesen napra kész aktuális
problémák, lásd ugye az említett lengyel helyzet, ugyanakkor a félre vezetett információ görögök valós helyzetéről. Mind-mind olyan problémakör, amelyet nagyon-nagyon nehéz megfejteni a megoldást illetően. Ön hogy látja, és a közgazdászok már korábban, az ön csoportja és a hasonló mentalitású közgazdászok igenis már jóval erőre jelezték, hogy az Európai Unió 1993. november 1-én történt megalapozásával, illetve, ha úgy tetszik, akkor megalakulásával egy néhány esztendeig még vitte az eredeti célokat, és nagyon hamar szinte nem felelt meg annak a minőségnek, amiért ön maga is kitűzött. Szóval akkor kezdjük az elején, de röviden mondanám. Tehát ugye kezdődött abban, hogy a német-francia kibékülés, ami teljes mértékben ugye elfogadható volt, maga az ötlet, és a vas és szén egyezménnyel, ebből nőtte ki magát aztán 57-ben a közös piac, ugye? Ezt aztán sokat alakították, és akkor amit ugye legutóbb... De az Európai Szén és Acél Közösség volt, aztán utána jött 51-ben, aztán 57-ben a római szerződés, igen, és aztán folyamatosan... És akkor ugye maga az Európai Unió a Maastrichti szerződéssel jött létre, és akkor ez a 92-ben, vagy 93. január 1-én léphetett életbe ugye maga a szerződés. Tehát ez a legutolsó. Na most... A probléma az, hogy amíg legelején még ügyes kevés ország is volt, kölcsönösen tekintettel voltak egymás érdekeire. Tehát például az átalakítása, a vámrendszer lebontása tulajdonképpen, tehát a gazdaság összehangolása 10 év alatt rendkívül folyamatosan ment végbe, méghozzá úgy, hogy egyik ország se lássa kárát, ugye? Na most, és ez nagyon jól is működött. Tehát az a közös piac, ez nagyon jól működött. Na most utána egyre inkább elszakadtak a realitásoktól, tehát például még ugye szoktam idézni, hogy 1977-ben készült egy tanulmány, a McDougall jelentésnek hívják, ugye McDougall egy skót közgazdász volt, aki vezette ezt a vizsgálócsoportot, ami azt nézte meg, hogyha az Európai Unió integrálódni akar, akkor mennyi központi költségvetés kell az integráció finanszírozásához, ugye? Tehát mert egy integrált országban, egy egységes országban, vagy egy szövetségi államban, föderatív államban, nyilvánvaló, hogy egymást segítik. Tehát mondjuk Magyarország egy egységes állam, ha mit tudom én, Kolontáron van egy katasztrófa, minden magyar kötelességének érzi, hogy segítsen. Ugye? De már hogyha ez Portugáliában történik, akkor már kevésbé érez. Tehát nincs meg az a szolidaritás. Na most kellett volna ehhez, hogy megteremtsék egy komoly központi költségvetés. És azt meg ki is számolták, hogy mondjuk az integráció jelenlegi fokán például 5-7% központi költségvetés kellene, és egy ténylegesen integrálódott államok, tehát ilyen szövetségi államok központi költségvetés az a GDP 20%-a. Na most hát erről hallani se akarnak, tehát nincs, ugyanakkor a szabályozás az pedig olyan, minthogyha mi már egy központi állam lennénk. Tehát erre mondtam azt, hogy semmi felelősséget nem vállal Brüsszel azért, ami történik, annak következtében, ami rá kényszeríti akár Magyarország, akár a többi országra. Na most hát ez egy olyan alapvető ellentmondás, és miért nem akarnak erre rájönni? Ez szinte megfoghatatlan, a németek, akik uralják ezt az egész rendszert, azok tulajdonképpen rövid távon, rövid távon élvezik az előnyeit, hosszú távon nem, mert bedugul az egész. Tehát ugye, hogy leállt a növekedés, ezt a németek is meg fogják érezni. Na most itt jön be, amit, hogy mi a különbség mondjuk a politikus meg az államférfi között. Ugye ezt nőben nem lehet mondani, sokat gondolkodtam, akartam Angela Merkelről valamit írni, és hogy a államférfinak van-e női megfelelő, nem találtam, hogy mit találjak ki női megfelelőbe, de minden esetre ő nem az. Tehát ha találnánk egy női megfelelőt, követi a politikának a rezdüléseit. Na most ez egy jó politikus, aki követi, de nem ad perspektívát. Tehát itt, amikor a németek kezében van az egész európai gazdaság gyakorlatilag, a németeknek kellene kiutat mutatni. Most a kiút az vagy az, a kiút először is az adósságoknak a kölcsönös leírása. Az országok egymásnak tartoznak. Van is egy német terve erre. Tehát ráadásul a német kormány mellett van egy szakértői csoport, amely kidolgozott erre egy javaslatot, de maga a német kormány utasítja el leginkább.
Tehát ez egy érdekes dolog, tehát ameddig, ja, és a német közvélemény természetesen ugye a Merkelt támogatja ebben a dologban, hogy legyünk kemények. Mi jó németek, mi nagyon dolgosan megdolgoztunk a pénzünkért, és nem adjuk oda ezt a lusta hányaveti görögöknek, ugye? Tehát körülbelül így néz ki a kép. Tehát erre mondom azt, hogy nincs is megfelelő tájékoztatás az embereknek, hogy tulajdonképpen mi és miért történik, és ezáltal azok a gazdasági problémák, amelyek megoldhatók lennének egy normális gondolkodás mellett, szembeállítják még a népeket is. És most még ennek a gondolatmenetnek a befejezésére hadd mondjam el a kedvenc idézetemet Milton Friedmantól 1997-ből, amikor azt mondta az amerikai tőzsde szócsövének, a Wall Street Journalnek az euróval kapcsolatban, hogy egy közös pénz lehet egy politikai egyesülési folyamatnak a vége, de nem annak kikényszerítési eszköze, mert azok a problémák, amelyek egy leértékeléssel megoldhatók lennének, az egyes országok közötti elkeseredett vitákhoz fognak vezetni, amely nem segíti elő, hanem akadályozza a politikai integrációt. Ez történik most. Tehát ez ennyire előre lehetett látni. Úgyhogy nem mondhatjuk azt, hogy nem voltak sokan, akik mindezeket a problémákat előre látták, és egy nagy lélegzet vétel után, itt én azért fejezném be, nem tudom mennyi időnk van még hátra, bár ezt, hogy mennyi időnk van hátra, én nem nagyon szeretem emlegetni, és ugye, mert ugye a kérdés az, hogy lehet-e valamit csinálni, és erre az a válaszom, hogy mindig lehet valamit csinálni, de a lehet valamit csinálnak az alapvető első lépése a helyzettel való őszinte szembenézés. És ez az, ami egyelőre hiányzik. Tehát a lapokban, amelyek teljesen egyoldalú propagandát, úgyhogy ugye én átírtam azért a 50-es éveknek a szabadnép propagandáját is, és olvastam a szabadnépet, akkor már voltam akkora, hogy olvassak újságot. A mai nyugati propaganda minden szempontból, tehát nem csak a ukrán helyzetet tekintve, hanem ezt az egész európai gazdasági szemléletet tekintve is, olyan mértékben egyoldalú, hogy csak a valamikori 50-es évekbeli szabad népnek a stílusához, szintén, meg gondolkodásához lett. Egy véletlenül sincs egy megkérdőjelező, hogy mondjam, cikk, vagy egy realitásokat bemutató cikk. Mindent, most nem azt mondom, hogy hazudnak, mert a következőt csinálják, hogy csak azt emelik ki, amely az, tehát van egy, történik valami, tehát, és csak azt emelik ki, ami az ő szempontjuknak megfelel, és annak mi volt az előzménye, vagy mi a következménye, arról egyszerűen nem beszélnek. Na most ez egy rendkívül torz tudatot hoz létre az emberekben. Tehát, hogyha mi valamit szeretnénk csinálni a jelen kialakult helyzetben, akkor a legelső az, hogy az embereket fölvilágosítani. Felvilágosítani és a hamis információkat lehetőség szerint nem folyamatosan ránk ömleszteni. Én úgy érzem, és amiről ön határozottan írt Európai Unió tagállamainak sorsát illetően, igenis önálló gazdaságpolitikát volna célszerű, hogy folytassanak, de egyelőre úgy látszik, hogy diktált rendszerben kell, hogy éljenek. Szívből remélem, hogy időben nem csak a jelzések fognak megtörténni, hanem az országok a maguk akaratával és hozzáértésével ellen tudnak állni a dezinformációnak, és szívből remélem, hogy jeles közgazdászok útmutatásával, akik segítik a megoldásokat tagállamunként, most azért nézzük a saját helyzetünket, talán magunkat kiemelve, igenis az emberek legjobb megelégedésére és a nemzet megelégedésére történjen változtatás. Egy záró gondolat még, Loránd úr, az ön részéről, hogy ne csak a hegyek vajudjanak, aztán nyomorúságos egér szülessen, mint ahogy ezt korábban szintén írta. Ennek az értelmezésével tessék a mai helyzetet pozitív értelemben számunkra megvilágítani Európai Unió ürügyén. A mi helyzetünket. Így van. Hát ez nem könnyű feladat, méghozzá azért nem. Éppen tegnap hívtam össze a hozzám hasonló gondolkodású közgazdászoknak egy kis, meg szociológusoknak egy kis csoportját, és hát a gondolkodás azon volt, hogy igazából, hogy mi a helyzet, és mit lehetne itten tenni, és hát nagyon, szóval nagyon nehéz a válasz, mert
Például előjött, hogy az emberek annyira nem bíznak egymásban, hogy igazán nem igazán lehet, például vidéken ugye nagyon jó lenne szövetkezeteket alapítani a érdekeknek a megvédésére. Az egyéni gazdálkodók kis egyéni ki vannak szolgáltatva. De ez nem csak a vidéken, bárhol. Na most ez az együttműködés, ez a korábbi időszaknak a roncsolása miatt ez nem következhet be. Tehát amit Magyarország számára is én tudok mondani, az, hogy itt is szembe kell nézni részben a társadalmi valósággal, részben a gazdasági valósággal, és lehet kiutat találni, és a kiút az elsősorban azon múlik, hogy mi mennyire tudunk egymással összefogni, mennyire tudjuk egymásnak az érdekeit megérteni és elfogadni, és csak az összefogás az, ami ebből a helyzetből kivezet. Nagyon tisztelettel köszönöm, hogy jelen volt, eszembe jutott Széchenyi gróf egyik gondolata, bízni, hinni és hihetni egymásnak. Kedves nézőink, mai vendégünk Lóránd Károly mérnök gazdaszász volt, témánk pedig az Európai Unió jövője, dilemmák, megoldások. Remélem, hogy választ kapnak. Viszontlátásra!